Sok szeretettel üdvözöllek titeket, kedves hetedik osztályos diákok! A mai alkalommal az olasz operairodalom egyik, ha nem a legnagyobb alakjáról, Giuseppe Verdiről fogok nektek mesélni. Giuseppe Verdi kortársa volt mind Wagnernek, mind pedig Liszt Ferencnek. 1813 és 1901 között élt, szép hosszú élet adatott meg neki. Ahogyan említettem, olasz zeneszerző volt, számtalan operát alkotott, nagyon-nagyon termékeny zeneszerző volt. Milánóban élt és dolgozott. Az életére nagy hatással volt az a szomorú esemény, hogy 1836-ban, amikor megházasodott és elvette feleségét, utána 2 éven belül, 1838 és 40 között nem csak hogy 2 gyermekét, de feleségét is elvesztette. Ez olyan borzasztó csapás volt az ő életére, hogy innentől fogva csak és kizárólag a zene és a zeneszerzés lesz számára az elsődleges. A milánói operaház pedig nem más, mint a Scala. Ez az a hely, ahol ha bemutatnak egy operát, az már nagy szó lesz egy zeneszerző életében. Az emberi énekhang elsődlegességét hirdette Verdi, nem véletlen, hogy az opera volt az ő kedvenc műfaja. És akkor nézzük leghíresebb műveit, leghíresebb operáit. Az átütő sikert 1842-ben a Nabucco hozta meg neki, hogy miért, arról mindjárt később majd még mesélek nektek, de híres operája volt a Rigoletto, a Traviata, az Aida és a Don Carlos is. A Nabuccot, ahogy mondtam, tehát 1842-ben mutatták be a milánói Scalában. Ez volt Verdi első átütő sikerű operája. Ennek pedig az volt az oka, hogy nagyon komoly politikai mondani valója volt. És akkor egy picikét a történelmi tanulmányaitokat próbáljátok meg most föleveleníteni. Milyen eseménysorozat rázza meg Európát az 1800-as évek közepén? Konkrétan 1848-ban. Szerintem mindannyian tudjátok, hogy ezek a forradalmak voltak. Mi magyarok mit akartunk elérni március 15-én a kirobbantott forradalmunkkal? Ugye alapvetően azt szerettük volna, hogy nagyobb szabadságunk legyen, és elszakadhassunk Ausztriától. Az olaszok is ugye forradalmat robbantanak ki 1848-ban, ők pedig egy egységes Itáliát szeretnének, hiszen, ugye történelemből már tanultuk, hogy nincsen egységes Olaszország a középkor óta. Széttagolt, különálló kis államok találhatóak Itáliában. Szeretnék az olaszok azt, hogyha végre lenne egy egységes, szép nagy országuk. Képzeljétek el, hogy miután bemutatják a Nabuccót, ilyen és ehhez hasonló idézőjeles graffitik jelennek meg majd a falakon, Itália szerte, ami önmagában, hát ugye, semmiféle politikai mondani valót és semmiféle ellenérzést kiváltó üzenetet nem tartalmaz. Viva Verdi, hát éltessük Verdit, mert milyen fantasztikus zeneszerző. De ha megnézzük a mögöttes tartalmát. Viva Victor Emmanuel Re d'Italia, ez azt jelenti, hogy éljen Victor Emmanuel, Olaszország királya. Na most, amikor 1842-ben és 1842 után ilyen feliratok jelennek meg, aminek ez lesz majd igazából a mondani valója, hogy éljen Viktor Emmanuel, Olaszország királya, azt például már az északi területeket uraló Habsburgok nem fogják jó szemmel nézni, és Itália szerte más elnyomó hatalmak sem fogják jó szemmel nézni azt, hogy kezd fellázadni a nép azért, hogy egységes legyen Itália. De akkor térjünk magára vissza, a Nabuccóra és az operára vissza. Tehát címszereplőnk egy valódi történelmi személyiség, az új babiloni birodalom második királya, Nabukkonodozor, aki lerohanja Júdeát és a birodalmába telepíti a zsidókat. Az ő nevéhez fűződik ezzel a képen látható nagyon-nagyon szép és nagyon híres építmény, az Istár kapu. Nézzük meg azt, hogy mi történik magában az operában. Tehát Nabucco, aki Babilon királya, 2 lánnyal büszkélkedhet, Fenénával és Abigéllel. A történetben szerepel Izmael is, aki egy fiú, aki Fenénát szereti, és Fenéna is viszont szereti őt, Abigél is szeretné Izmaelt, csak hát ugye
Izmael nem viszonozza az érzelmeit Abigail felé, hiszen Fenénát szereti. Fenéna és Abigail között ez majd értelemszerűen konfliktust fog okozni, hogy ugyanazt a fiút szeretik, és az a fiú csak az egyiküké lehet. És emellett közben megjelennek ugye a történetben a zsidók, akikről már korábban meséltem, hogy Nabukkó ugye elhurcolja őket, és ez lesz a zsidók babiloni fogsága. Szintén megint csak konfliktus van Nabukkó és a zsidók között. Fenéna viszont úgy dönt, hogy ellátogat a zsidók közé, és nagyon szimpatikusnak találja majd őket. Ezért próbál is nekik segíteni. Az operának egy sarkalatos pontja lesz az, amikor Nabukkót egy baleset éri, konkrétan belecsap a villám, és innentől fogva nem képes arra, hogy uralkodjon Babilonon és Mezopotámián, és ezért az idősebbik lány Abigail lesz majd az, aki betölti ezt a szerepet, aki pedig mindent megtesz azért, hogy a testvérét, a húgát, Fenénát eltávolítsa, be is börtönözteti, és Izmaellel együtt ki is akarja őket végeztetni, de aztán végül Nabukkó az utolsó pillanatban magához tér, Abigail öngyilkosságot követel, Fenéna és Izmael boldogan élnek, amíg meg nem halnak, és a zsidók is megszabadulnak. A képen pedig a Nabukkó leghíresebb részlete látható, a rabszolgák kórusa. Ez egy olyan jelenet az operában, amikor a zsidók arról fognak énekelni, hogy hazavágynak, és nem akarnak tovább rabszolgasorban élni. És hogy hangzik ez a zenemű, ezt mindjárt megnézzük olaszul.
Mindenféle túlzás nélkül mondhatom, hogy az egyik legszebb kórusbetéte, a Nabukkó rabszolgák kórusa az opera történelemnek. Másik híres műve az Aida. 1869-re készült el, ez egy megrendelésre írt operája, ugyanis 1869-ben adják át a Suezi csatornát, ami ugye összeköti a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel. Erre az alkalomra kérte fel a kairói operaház Verdit, hogy írjon egy operát, ami Egyiptomról és az egyiptomi emberekről szól, és így 1871-ben be is mutatták az Aidát. De hogy miről is szól ez az opera? A szereplőink, főszereplőnk Aida, az etióp királylány, akit rabszolga sorba taszítanak, Ramadás, a fiatal katonatiszt, aki egyiptomi származású, a fáraó lánya, Aida apja és a főpap. A történet itt a következő. A fáraó és az egyiptomiak leigázzák a szomszédos Etiópiát, és így kerül a fánya rabszolgasorba. Ramadás, a katonatiszt, beleszeret Aidába, csak az a probléma, hogy itt is egy szerelmi háromszögben találjuk magunkat, hiszen a fáraó lánya is Ramadást szeretné párjául, de Ramadás végül dönt, és úgy dönt, hogy nem Egyiptomot és a fáraót választja, és a katonai kötelességét, hanem a szerelmet és Aidát. Épp ezért az történik, hogy a fáraó büntetésként bezárja Ramadást egy sziklába, hogy akkor ott majd éhen pusztul, de az történik, hogy Aida meghallja azt, hogy erre készülnek Ramadás ellen, és ő maga előbb oda megy ahhoz a kis barlanghoz, és végül így együtt fognak meghalni. Ez az opera szemben a Nabukkóval nem egy végopera, nem pozitív a vége, hanem egy opera széria, egy komoly opera lesz, aminek ugye általában az a vége, hogy a főhős meghal. Hoztam egy részletet az Aidából, ezt most közösen meghallgatjuk, ez Ramadásnek az áriája lesz, ahol arról énekel, hogy mennyire szereti Aidát. A zenehallgatáson kívül pedig hoztam nektek egy jelenetet is az Aidából. Ez az a jelenet, amikor Etiópia meghódítása után az egyiptomi katonák hazaérnek, és megmutatják, hogy mennyi kincset hoztak.
Aidáról. Végezetül pedig Verdinek egy olyan művébe szeretnélek titeket kicsit bevezetni, ami nem opera, de méltán híres, ez pedig a Requiem. Biztos vagyok benne, hogy a tavalyi évről mindannyian emlékeztek arra, hogy mi is az a Requiem. A Requiem ugye nem más, mint egy gyászmise, Mozart kapcsán beszéltünk róla, ugye neki az utolsó műve az a Requiem volt. Hogy milyen részei vannak, alapvetően a gyászmisében is jelen vannak azok az alaprészek, amik egy hétköznapi misében is megtalálhatóak, ezek egészülnek ki a gyászhoz kapcsolódó egyéb zenei szemelvényekkel, ilyenek lesznek például az introitus, tehát a bevezetés, a dies irae, amivel már ti is megismerkedtetek korábban, a tuba mirum, confutatis lacrimosa és a többi. Alapvetően én Verdi Requiemjéből most a dies irae részletet hoztam el nektek, aminek a szövege ugye úgy hangzik, amit szintén mindannyian jól ismertek, dies irae dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum sibilla. Hoztam nektek most három dies irae részletet, az első a középkori Gregorián dies irae lesz, a második Mozart Requiemjének a dies irae, a harmadik pedig Verdi Requiemjének a dies irae részlete. Az lenne a kérdésem majd, ezt gondold végig, miközben hallgatod a zenei szemelvényeket, hogy neked melyik tétel adja leginkább vissza azt az apokaliptikus hangulatot, amikor tényleg elhiszed a zenét hallgatva, hogy itt most minden megszűnt, és tényleg vége van a világnak.
Az óra végi házi feladatban pedig várom akkor a véleményeteket, hogy nektek melyik tétel volt a legmegrázóbb. El is érkeztünk az óra végéhez, meglepetésként egy nagyon híres Verdi opera részletet hoztam nektek. Ez nem más, mint a Rigoletto című operájából a La Donna e Mobile részlet. Lányoknak üzenem, hogy nem kell magunkra venni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok nektek. Szerbusztok! Muta d'accento e di pensiero, sempre una abile leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più malvento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero.